Köszöntelek a 180 nap alatt a Bibliánál sorozatunk 149. napján. A mai napunknak a címe: felkészülés a végső dolgokra, ne engedjük, hogy a jövő beárnyékolja a jelent. És a mai nap igeverse a Tesszalonikhoz írt első levél 4. fejezetének 17-18-as igeverse, és így mindenkor az Úrral leszünk, vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel. Először is hadd ajánljak a figyelmetekbe egy sorozatot, amit évekkel ezelőtt követtem el. Sorra vettem az összes Páli levelet, és mindegyikről tartottam egy egyórás előadást. Azokat érdemes megnézni, mert sokkal részletesebben foglalkozom egy-egy levéllel. De most csak arra van időnk, hogy belepillantsunk egy picit abba, hogy mit üzen Isten Pálon keresztül a tesszalonikai gyülekezetnek az első levelével. És természetesen ezt nem csak a tesszalonikai gyülekezetnek üzeni, hanem mindazoknak üzeni, akik úgy gondolkodnak, mint ahogy a tesszalonikai gyülekezet tagjai gondolkodtak. Tesszalonika egyébként egy központi város volt, jó pár tízezer lakosú, százezer környéki lakosú város volt, gazdasági központ volt, és ahogy a Bibliából is megtudhatjuk, egy szabad város volt, ahol rengeteg zsidó élt, és ahogy az előző alkalommal már mondtam, itt, amikor Pál több hónapon keresztül volt, bement minden szombaton, tanított a zsinagógába, megtért jó néhány zsidó is, de megtértek pogányok is, de a zsidók fellázították az embereket, és el lett Pál űzve. Majd még Pált tovább is űzték, amikor elment a következő városba, Béreába, oda is elmentek Tesszalonikából, onnan is tovább űzték, majd ment Aténbe, illetve Aténből is majd tovább ment Korintusba. Tehát a tesszalonikai zsidókkal különösképpen meggyűlt a baja Pálnak. És nem csak Pálnak gyűlt meg a baja a tesszalonikai zsidókkal, hanem magának a gyülekezetnek is. De hála Istennek, Pálnak volt jó néhány hónapja, hogy a gyülekezettel legyen, hogy a kezdődő gyülekezetet, a formálódó gyülekezetet meg tudta erősíteni. És ezt olvashatjuk Pálnak a Tesszalonikhoz írt első levelének, első fejezetének 5. versétől, mert a mi evangéliumunk nem csak szavakban jutott el hozzátok, hanem erővel, szentlélekkel és teljes bizonyossággal is. Ti is tudjátok, hogyan éltünk közöttetek a ti érdeketekben, ti pedig, ami követőinké lettetek és az úréi, mikor sok zaklatás ellenére a Szentlélek örömével fogadtátok be az igét, példává is lettetek minden hívő számára Macedóniában és Akhájában. Mert tőletek terjedt tovább az Úr beszéde, de nem csak Macedóniába és Akhájába, hanem mindenhova eljutott az Istenbe vetett hitetek híre. Szükségtelen is erről bármit mondanunk, mert ők maguk beszélik rólunk, milyen fogadtatásban volt részünk nálatok. És hogy miként tértetek meg a bálványoktól az Istenhez, hogy az élő és az igaz Istennek szolgáljatok, és várjátok a mennyből Jézust, az ő fiát, akit feltámasztott a halottak közül, aki megszabadított minket az eljövendő haragtól. Tehát látjuk azt, hogy Pál mennyire örült ennek a gyülekezetnek, és örült annak, hogy ez a gyülekezet igaz szívvel fogadta őt, és fogadta az evangéliumot, és teljesen ráhangolódott Pálra, hiszen Pálnak volt ideje megmutatni, hogy hogyan kell élni a keresztény életet. Mert nem maga az ember alakítja ki, hogy én hogy akarom élni az életemet, az én keresztény életemet, hanem azt meg kell tanulni. Istentől meg kell tanulni. Pál is megtanulta azt Istentől, és Pál továbbadta, hogy hogyan kell élni a keresztény életet. De a rengeteg dicséret mellett Pálnak nem voltak évei, hogy mindig a gyülekezet mellett legyen, és hogy kijavítsa azokat a különböző dolgokat, amiket a gyülekezet, ahogy fejlődött nélküle, kialakított magában. Ezért például a harmadik fejezetben olvashatjuk, hogy szeretné kipótolni
az ő hitük hiányosságait. Pál alapított egy gyülekezetet, több hónapig ott volt, több embert felkészített a gyülekezet vezetésére, és híreket hallva a gyülekezetből, megtudva, hogy hogy zajlik most éppen a gyülekezeti élet, azt mondja, hogy a ti hiteteknek hiányosságai vannak. És az egyik hiányossága pont abból adódott, ami dicsért is. Méghozzá a végén azt mondta, az első fejezetben, hogy várjátok a mennyből Jézust, az ő fiát, akit feltámasztott a halottak közül, aki megszabadít minket az eljövendő haragtól. Mert hogy ez a gyülekezet a feltámadással kapcsolatban nem volt tisztában bizonyos dolgokkal. És egyébként ezzel ma is nagyon sok gyülekezet így van, hogy a feltámadás különböző dolgaival, amit a Bibliából egyébként meg lehet ismerni, azzal nincs tisztában. Mivel nem volt tisztában? Azzal nem volt tisztában, hogy milyen sorrendben lesz a feltámadás. Illetve Pál is, Péter is azt hirdette, hogy Krisztus hamarosan vissza fog jönni. Krisztus gyors visszajövetelére számítottak. Ezért például a tesszalonikai gyülekezet, ami egy üldöző gyülekezet volt, és onnan vittek el embereket, vagy a szomszéd feljelentette őket, és ezért bíróság elé citálták őket, esetlegesen meg is ölték őket, ez a gyülekezet nem értette, hogy akkor most mi lesz itt a feltámadásnál. Annak jobb a helyzete, aki valahogyan kimenekül, megmenekül és nem ölik meg, amikor Krisztus visszajön, még akkor is életben lesz, vagy pedig annak jobb, aki meghalt. Illetve úgy gondolták, hogy aki meghalt, az valami tragédiába esett. Az nagyon-nagyon rosszul járt, mert hogy rosszabbul fog járni a feltámadásnál is. Ezért Pálnak meg kellett tanítania, hogy ha valaki meghal keresztényként, az nem veszít semmit. Mert hogy az élők nem fogják őt megelőzni, hanem a halottak fognak előbb feltámadni, és utána fognak az élők elragadtatni, és Krisztus sergeivel egyesülni. Ezért azt mondta, hogy igen, ezekkel az igékkel vigasztalhatjátok egymást. Ha valaki meghalt, akkor nem történt semmilyen tragédia. Nem került hátrányos helyzetbe az az illető a feltámadásnál, az Istennel való viszonyában. A világ számára a feltámadás egy butaság, mert nem értik meg azt, hogy Krisztus feltámadta halottakból. Ez nekünk a hitünk egyik alapja, hogy ahogyan Krisztus feltámadta halottakból, úgy fogunk mi is feltámadni. Krisztus feltámadása a bizonyíték, hogy mi fel fogunk támadni. Teljes, abszolút bizonyságunk lehet abban, hogy mi fel fogunk támadni vele együtt, az ő hasonlatosságára. Biztosan tudhatjuk, hogy el fog jönni az a nap, a végítéletnek a napja, Krisztus eljövetelének a napja, amikor a sírok meg fognak nyílni, és meg fog történni a feltámadás. Semmi baj nem történik, hogyha meghalunk. Nem azt jelenti, hogy Isten elfeledkezett rólunk, vagy még különböző szenvedéseken kell átmennünk, mert a halállal nekünk keresztényeknek megszűnik minden szenvedésünk. Ami számunkra utána jön, az az Istennel való örömteli élet, miután számot adtunk a cselekedeteinkről. A halál számunkra egy kapu, amin belépünk az örömbe. Ezért olvashatjuk Pál első levelében, amit a korintusi gyülekezethez írt, hogy halál, hol a te fullánkod, halál, hol a te diadalod. A halál nem tud ártani nekünk. A halál csak egy bejárati ajtó, egy kapu, amin átmegyünk. Átmegyünk abba az állapotba, amiről itt a földön csak álmodtunk, és itt a földön vártuk azt az állapotot. Ezért vigasztalhatjuk egymást ezekkel az igékkel. Igenis boldogok, akik az Úrban halnak meg. Ezért hát még a haláltól sem kell félnünk, ha keresztények vagyunk, akkor még a haláltól sem kell félnünk, hiszen még a halál is a javunkat szolgálja. Találkozunk a hónapi napon is.